Közösségek regionális karizmatikus találkozójára került sor március 9-én Miskolcon. Az immár 5. alkalommal megtartott imanap helyszínéül a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola aulája szolgált. A találkozó katekézisét Szabó József, az EGRI szeminárium spirituálisa tartotta. A közösség fontosságáról szólva hangsúlyozta, ez nem opció, hanem az egyház lényege. Jézus kifejezett akarata, hogy a hívők közösségekben éljék meg a hitüket. Szabó József atya a közösségeket gyengítő körülményekre is felhívta a figyelmet tanításában. Ez a könnyen megsértődök, hazamegyek, a másik nem tetszik, nagyon emberi dolgok, és ugye a közösség iskolája azt is jelenti, hogy érett személyé válok, aki krisztusi módon tud reagálni dolgokra, és ehhez tartozik a lelki érettség, amikor a Krisztus központú az életem, a közösségnek az élete is, és mindent az ő szemével nézünk, és az ő szemével, az evangélium fényében oldunk meg mindent. A közösségek regionális karizmatikus találkozójára főként az EGRI Főegyházmegye területéről érkeztek csoportok, összesen mintegy 500-an vettek részt a programon.